Mindenhol örök Isten, hálát adunk, hogy megerősített hitünket, megvigasztalott szívünket, és minden képzeletet meghaladó módon teljesített kéréseinket. Jöjj, Szentlélek Isten, tölts be erőddel, és újíts meg mindent, amikor ezért az új óvodáért hálát adunk. Jöjj, életnek lelke, tölts be mindannyiunkat. Jöjj, Szentlélek Isten, szenteld meg elménket és értelmünket, és vezess el minket minden igazságra. Jöjj, bölcsességnek lelke, tölts be mindannyiunkat. Jöjj, Szentlélek Isten, teremts közöttünk egyetértést, és erősítsd meg a szeretet kötelékét, hogy Istennek tetsző legyen minden szó, mely új óvodánkban elhangzik. Jöjj, egység és szeretet lelke, tölts be mindannyiunkat. Jöjj, Szentlélek Isten, tölts be derűddel ezt az óvodát, tedd benne örömtelivé a munkát és a tanulást. Jöjj, örömnek lelke, tölts be mindannyiunkat. Urunk és Istenünk, árasz ki lelkedet, hogy készé tegyen az engedelmességre, megtartson a hűségben, és bátorságot adjon hitünk megvallására az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélek Istennel él és uralkodik örökkön, örökké. Amen. Ünneplő gyülekezet, keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A mai nap új óvodánk avató alkalma és egyben reformáció napja, és ahogy hallhattuk ezt a prédikációban, az igehirdetés szolgálatában, talán mindannyian tudjuk, hogy 1517. október 31-én, tehát ezen a napon, messze innen német földön, ahonnan Soltvadkert lakossága is származik, Luther Márton nevű szerzetes azzal a szándékkal indult el, hogy változtasson, megújítsa és felrázza az akkori középkori egyházat. Fiatal volt, életerős, és benne volt a hit ereje, és éppen ezért kiszögezte a wittenbergi Mártemplom kapujára azt a bizonyos 95 tételét, a reformáció megkezdődött, az akkori világ és benne Európa pedig teljesen megváltozott. Protestantizmus gyökeret vert, a reformáció értékei beépültek a köztudatba, az elv, hogy a hitélet és az oktatás szoros szimbiózisban van, a templom és az iskola, márpedig ahol csak lehet, mindenütt összetartozik. A holtig tartó tanulás, amely most az Európai Unió egyik kiszemelt értéke, a család megtartó erejének hangsúlyozása, mindazok, amelyekről az igehirdetésben is hallhattunk, döntően keresztény érték, és protestáns érték is így egyben, nem hiába Luther Márton így kezdi kiskátéját, a család fő így tanítsa házanépét. Ez kell egy teljes család, kell, hogy abban a családban rend legyen, és kell a tanulási és a tanítási kedv. Soltvadkerten az elmúlt 300 évben a helyi evangélikus közösséget ez az értékrend tartotta meg. Hogy ez a hozzáállás megvolt bennük, bennetek. Az a közösség ezért tudott rendben tanulva, az Istenre tekintve mindez idáig megmaradni az elmúlt 300 évben. Talán nem véletlen, hogy a gyülekezet életének igazi nagy eseményei szinte mind reformáció napjához köthetőek. Tudjuk, hogy 1837. október 31-én szentelték a templomunkat. 1948-ban a II. Világháború, a kitelepítések, a beszolgáltatások után meggyötört nép mégiscsak fel tudta építeni a gyülekezeti házat, és reformáció napján átadta, és most 2014-ben Istennek hála, ugyanezen a napon adhatjuk át evangélikus óvodánkat is. Éppen ezért meg kell köszönöm mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, és akik valamilyen formában közreműködtek. Erőgyelő úr, világi elnök társam a gyülekezet élén megköszönte a szakmai részt, úgymond, akik szakmai módon részt vettek az építésben. De szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában részt vállalt. Így köszönjük meg miniszterelnök úrnak, hogy mellénk állt és segített, amikor önhibákon kívül, de nagy bajba kerültünk, hiszen gyülekezetünk megtakarítása és ezt a térséget sújtó takarékcső miatt veszélybe került. Itt köszönöm meg a parlamenti képviselőinknek, illetve az országos felügyelő úrnak, hogy amikor már-már úgy tűnt, hogy elakad a mi bizonyos pályázatunk, ki tudja hanyatszor, mindig valahogy gördülékeny módon, de tovább jutott ez a bizonyos óvodaépítési pályázat, mert több oldalról is megtámogatták. Itt szeretném megköszönni Püspök úrnak és az országos egyháznak
hathatós és kézzel fogható támogatását, hogy végig mellettünk és mögöttünk álltak. Köszönöm az oboda és a gyülekezet áldozatkészségét, híveink adományait, az adakozó kedvet, hogy ne essünk abba a hibába azonban, hogy mindig csak a pénzről beszélünk, és minden csak a pénz szemszögén keresztül nézünk. Szeretném megköszönni mindenki imádsága szeretetét, idegondolását, az együttműködést, a munkatársak között a jó szándékú kritikát, a jóindulatú kérdéseket, amelyek szinte mindig így kezdődtek, hogy tisztrendőr, ugye lesz ebből valami. Aztán amikor már közeledett a cél, akkor utána úgy jött a következő kérdés, az én unokám is ide akar majd járni, mikor lesz kész? És aztán a legutóbbi időszak kérdése pedig nagyon egyszerű volt, és így hangzott, ugye szép lesz. És most boldog örömmel vagyunk együtt ezen a napon, és örömmel jelenthetjük ki, hogy elkészült, igen, szép lett, és megértük ezt a napot, mert megadta nekünk ezt a Teremtő Isten. És nekem mindig az jut eszembe, ami végig ott motoszkált a fejemben az elmúlt 2-3 évben, amikor elcsüggettünk, amikor elfáradtunk, amikor már majdnem feladtuk és összenéztünk a közvetlen munkatársakkal, barátaimmal. Szerintem ti is emlékeztek rá, sok ilyen alkalom volt, hogy mégis az elcsüggedéseink közepette, mégis milyen pazarló, hihetetlen pazarló módon szeret minket az Isten, mert megadta nekünk ezt a napot. Az elmúlt 5 évben templomot renoválhattunk, 6 évtized után visszatért az iskola az egyházi fenntartásba, az Alföld közepén országos ifjúsági találkozót szervezhettünk, és most mindennek a beteljesedése pedig ez a szép új oboda, amely környezettudatos, amely mindenben megfelel a különböző előírásoknak, amely valóban, ahogy a templomban is hallhattuk, letisztult, minimalista stílusban épült, de itt van, megépült, és a miénk. Igen, pazarló, bőkező, kényeztető módon szereti az Isten ezt a mai generációt, hogy megadta nekünk mindezt a mi életünkben. Hát az előző generációk is megtették volna, csak nekik nem volt rá lehetőségük, mert le voltak kötözve. Nekünk elénk adta az Isten a Bibliából vett példázat szerint a talentumokat, és kötelességünk volt kamatoztatni azt. De ettől mi még csak szolgák maradunk, ahogy a példázatban is van. Haszontalan szolgák, akik csak a kötelességüket teszik, mert az egyetlen, az Úr, a példázatbeli gazda, az odafent van és lakik, és mi hisszük és valljuk, hogy mindez, amit végbe mehetett, nem a mi érdemünk, mert minden odaföntről tőle jő, és tőle árad. Ezért hálásnak kell lennünk, mert van minek örülnünk, és sokszorosan is igaz az ige, ami a mai nap meghívóján szerepel. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadozzunk ezen.